Jó estét kívánok! Kezemben tartok egy olyan könyvet, amelyet szerintem nagyon-nagyon sokan vártunk. A magam nevében én ezt mindenképpen mondhatom, mert azon szerencsések közé tartozhattam, akik idén február 8-án ott lehettek Lészáp Dolomban, amikor a Vendéglóbon célba érkezett Van Andor, ugye 8. helyen, bőven a 100 napos határidőn belül, amit maga elé tűzött ki. Most pedig megjelent a könyv, Van Andor magad uram címmel, és ezúttal is szerencsés vagyok, mert nekem már van egy ilyen példányom, mert hogy nagyon sok helyen már elfogyott, elindult a körút, hogyha lehet így fogalmazni, egy újabb nagy utazás, ami most elsősorban dedikálásokról szól. Vasárnap este Székesfehérváron is dedikált egy könyvesboltban Van Andor, ahol kígyózó sorok fogadták. Jó estét kívánok, mert hogy itt van velünk Van Andor a stúdióban természetesen. Meglepő az érdeklődés? Mert tényleg ugye én azt tudom elmondani, hogy 17:30 volt, ha jól emlékszem, meghirdetve a dedikálás vasárnap este. Én már jóval hamarabb, egy jó 20 perc hamarabb ott voltam, de akkor ő már, ha lehet így fogalmazni, dolgozott, és írta alá a könyveket, és már akkor elképesztően sokan voltak a plázában, a könyvesboltban, és előtt is. Van egy szint és egy mód, ami számomra még teljesen észszerű, és ha úgy tetszik, tervezhető volt, várható volt, és van az egésznek egy olyan aspektusa, ami már teljesen meglepő, de mindenképpen nagyon megtisztelő. Tehát amikor az ember úgy végignéz a soron, és nem látja a végét, az egyrészt ijesztő, mert azt nekem mind majd alá kell írnom, meg bele kell írnom, meg beszélgetnem kell, ami egy nagyon kellemes kötelezettség. Másrésztről meg elképesztő az a fegyelem és az az érdeklődés, ami az emberek részéről mutatkozott, úgyhogy ennek egy része teljesen magyarázhatatlan számomra. Magad uram, ugye ez a könyvnek a címe, ez valahol, ha én nem ismerném önt, és nem olvastam volna még bele a könyvbe, akkor azt gondolnám, hogy ez arról szól, hogy akkor mindent és egyedül, és a többi. De aki elkezd olvasni a könyvet, ott nyilván kiderül számra az első, tehát már az előszó is, hogy az ön szüleiről szól. Aztán, ha csak belelapoz az ember, akkor is rengeteg fotót lát az ön családjáról. És akkor arról nem is beszélek, hogy tényleg akárhol voltam az elmúlt pár évben, ahol önnel találkoztam, ott mindig ott volt a család, meg ott voltak a barátok is. Miért ez a címe? És mit súgal? Mert mi több generációsan ilyen magad uram típusú emberek vagyunk, akik ha akartunk valamit, akár egyik téglát a másikra, akkor nekünk kellett megtenni. Ígéretet persze az ember sokat kap mi egyénenként is, és össztársadalmi mértékben is, de az én életem és korábban a szüleim, nagyszüleim élete az teljes mértékben arra tanított meg, hogy csak az van meg, és az van meg jól, amit magunk csinálunk meg. És lassan, de biztosan én ezt teljesen elfogadtam, és valahol egyfajta árszpoétikámmá is vált, hogyha valamit azt akarom, hogy működjön, és már pedig az óceánon nem árt, ha működnek a dolgok, akkor magam csinálom meg. Helyenként azt is, amit előtte kifizettem. Úgyhogy ez csak egy munkacím volt sokáig magamnak, jó volt nézegetni, jó pofa dolog. Aztán rajta ragadt, a kiadónak megtetszett, és így maradt, de ma már nem bánom, mert igazából kifejezi mindazt, amit az életünk jelent. Miért született meg ez a könyv? Miért? És hogyan íródott meg? Nekem jó pár naplom van, jó pár utamról, amiből nem lett könyv. Lehetett volna akár, mert sok-sok érdekes történet van benne, akár a teljesítmény oldalról, akár a más hajósok, egyetlen hajózás az óceánokon, a sok-sok történetével, tragédiájával. De ezek nem lettek könyvek, mert az elmúlt évtizedekben olyan állapotban volt a könyvpiac, annyira lehetetlen ajánlatokat kaptam, hogy inkább hagytam ott, ahol van. És most volt az első olyan ajánlat, amikor azt mondta egy kiadó, hogy Nándor, ezt meg kell csinálni, mi vállaljuk, kiadjuk, terjesztjük, és akkor ilyen és ilyen kondíciókkal csináljuk meg együtt. És ezek a kondíciók, ezek fairek voltak, azt mondtam, hogy hajrá, akkor vágjunk bele, és egy hosszú megbeszélés sorozat eredménye az, hogy végül is a könyvben mi van. Nagyon sok anyag született, és nagyon sok minden kimaradt belőle. A kiadónak volt a vágya, elképzelése,
és ha úgy tetszik, egy aprócska nyomása, hogy ebből egy ilyen életrajzi típusú könyv legyen, és nem a vitorlázásról szól, nem a vandéglóbról szól, nem az én hajóépítésemről szól, tehát nem maradunk ebben a szűk körben, nem engedtek beskatujázódni, hanem visszanyúltam a szüleimig, és végig szaladtunk az életemen szemelvényszerűen, mert valószínűleg az volt számunkra az érdekes bemutatni azt a Fanándort, aki valahol egy hosszú úton sok-sok élmény hatására azzá vált, akivé vált, és hogy ez vajon hogy alakult. Nagyon érdekes, hogy megírni is, és később visszaolvasni így könyvformájában, nekem is érdekes volt végigszaladni ezen, hogy mi minden történt velem, és így összerakva sorba másképp hat, mint ha csak elkezdek emlékezni. Azért most már benne van 65 év sok-sok története, és ez az időszak, ennek minden munkája és ambíciója, de így sorba szaladni rajta, az mégiscsak érdekes még akár nekem is. Ugye bár vannak benne hajónapló bejegyzések, de ugye ez nem abból tevődik össze, ahogyan is említette, de mégis gyakorlatban hogy született meg ez a könyv? Hát ezek a napló bejegyzések, ezek teljesen ötletszerűen, véletlenszerűen kiválasztott egy-egy napnak a bejegyzése, és szinte ilyen témakör elválasztóként tették csak bele. Nincs a szerkezetében igazából benne, csak epizódok. Ugyanúgy epizód, mint annyi sok más epizód még benne. Az, hogy írtuk, hogy született meg, maga az írott szövege, ez egyrészről készült már évek óta, másrészről meg két hónap alatt összeraktuk. Az összeraktuk, az kit akarra raktuk? Engem és a családomat jelenti alapvetően, de benne volt a kiadó szerkesztője is. Az úr, aki elmondta, hogy ő hogy képzeli el. Aztán ezen sokat beszélgettünk, ő kihagyott dolgokat, amiket én visszakértem bele, és egy pár hétig ment ez a húzd meg, erezd meg, hogy mi legyen benne, mi ne legyen benne. Végül elfogadtam azt a koncepciót, amit ő elképzelt. Eleinte furcsáltam. Nem igazán értettem, hogy fog kijönni belőle az, amitől ez az egész kifejezi a mostani állapotot, és azt, amitől én úgy gondolom, hogy könyvet érdemes írni. De végül a végeredményt látva, olvasva, meg azt gondolom, hogy igaza volt, végül is egy olyan eredmény született, ami más és több, mint amit én magamtól letettem volna. És mit kap az olvasó Fanándorból? Mennyit enged ön a családdal közösen látszani vagy láttatni? Mindezt, ami publikus lehet. De nyilván az életünknek van, akár visszamenőleg, akár most és a jövőre nézve is egy csomó intim része, ami akár a családra, a közvetlen családomra, a múltamra, a gondolkodásomra nézve az enyém és a miénk, és senkinek semmi köze hozzá. Ugyanakkor van egy nagy halmaz olyan, amiről azt gondolom, hogy hasznosítható mások számára. Valamire. Akár motivációra, akár egyszerűen az én botlásaimból lehet tanulni, az én ambícióimból, a fejjel neki menni a falnak, és az vagy áttöröm, vagy beverem a fejem. Szóval ezekből lehet tanulni, vagy csak egyszerűen egy sztori, de a könyvben az maradt benne, amiről azt gondoltam, hogy mások számára érdekes lehet valamilyen módon célra. Az üzenete, vagy egyáltalán Fanándor életének az üzenete, mottója, az benne van? Nyilván. Nem. Nincs? Én nem fogalmaztam meg sem mottót, sem üzenetet. Azt fogalmaztam meg, hogy én miről mit gondolok. Hogy mire inspirált engem az 50 évnyi munka, ez igaz a sportra, és igaz a hétköznapi dolgos életemre, mire inspirált a tenger, mire inspirált a természet, mire inspiráltak az emberek körülöttem, amit talán első helyen kellett volna említeni. Emberek alatt értem a versenytársaimat, értem azokat az embereket, akikkel együtt dolgoztam, akik nekem ajándékozták az idejüket, energiájukat, tudásukat, és ez így együtt. Ez egy nagyon komplex ügyletté vált, és miközben róla mindenki azt hiszi, hogy egy magányos farkas vagyok, egy magamnak való szólista, eközben körülöttem van egy óriási csapat, és nagyon sok minden egyéb, ami engem is inspirál,
és azt gondoltam, hogy ezeknek kell valahogy mások számára hasznossá válnia. És mondjuk a, nevezzük így a családi szerkesztést, azt hogy kell elképzelni? Körbeülték az asztalt, és ment a papír az egyik sztori, hogy ez maradjon, ez talán, ez mindenképpen. Hogy és kell ezt mondani, hogy ez egy bulvárműsor? Nem. Akkor ezt hagyjuk. Akkor ezt hagyjuk. Ez megmarad. Amit titkunknak, hogy dolgozunk. Jó, akkor ugye benne van, nyilván benne van a Szent Jupát, az Alba Régi, a Budapest és a Spirit of Hungary. Nyilván a Szent Jupát volt az első időben mostantól számít a tőlünk a legtávolabb, és tényleg egy olyan kaland, ami még ugye nem verseny, de magyar fejjel a szocializmusban egy olyan sztori volt, vagy egy olyan történés, ami akkor így elsőre elképzelhetetlennek tűnhetett. Én akkor még gyakorlatilag pelenkás voltam. Az konkrétan az volt. Konkrétan elképzelhetetlen volt igazából nekünk is, és rajtunk kívül mindenki másnak, de mi abban különböztünk a mindenki mástól, hogy mi ezt akartuk annak ellenére, hogy lehetetlennek tűnt. És nem is adtuk fel. Úgy gondoltuk, hogy ha kifejezetten a feladatra koncentrálunk, akkor össze fog jönni, és az egyetlen olyan út volt, ami egyenesen következett az előző sportéletünkből, tehát a kajakkenus életünkből, azt, hogy valamit nagyon akarunk, akkor ezt megcsináljuk. Másrészt egy igazi kaland volt. De a kalandnak a jó értelembe vett része, amikor a teljesítmény, a természet megismerése, a feladatnak való megfelelés, és ugyanakkor egy nagy világ megismerése. Nekünk az volt ebből a kaland. Egyrészt, hogy kimentünk az óceánra, és az a kérdés, hogy túléljük, vagy nem éljük túl, megfelelünk, vagy nem felelünk meg, az ott egész egyszerűen keményen fogalmazódott meg nekünk, és nekünk a tetteinkkel kellett erre választ adni, hogy túléljük. És a másik fele pedig azok az állomások voltak, ahol megálltunk valahol, akár egy kis szigeten, akár kontinensen, találkoztunk idegen emberekkel, idegen kultúrákkal, idegen kultúrában élő magyar közösségekkel, egyénekkel és közösségekkel, és többnyire nagyszerű élményekkel, és egy-két nagyon furcsa élménnyel. Ez volt a kaland másik része, hogy egy kicsit kitekintettünk a nagyvilágra, abból a világból, ami az akkori itthoni életünk volt, egy fizikailag, szellemileg bezárt világban. És még csak ez se igaz és nem elég. Fizikailag, szellemileg bezárt, buta és hazug világban éltünk, és ebből mi tudatosan menni akartunk, tudatosan és ösztönösen, és tudatosan meg akartuk ismerni, hogy a világban mi minden van még, mert nem lehet, hogy a világ csak ennyi. És aztán megtanultuk, hogy a világ nem csak ennyi, sőt, nagyon is színes a világ, és nagyon is sok szépség van benne. Még ha küzdelmes is oda eljutni, és küzdelmes megérteni, ahhoz nyelveket kell tanulni, ahhoz embereket kell megismerni, abban igen sok energiát kell tenni, de mindenképpen megéri. Tehát a Szent Jupát sztori az erről szólt. Én akkor találkoztam azzal először, az alatt az út alatt, hogy léteznek földkerülő szóló vitorlázó versenyek, és engem az teljesen rabul ejtett, és attól kezdve az érdekelt, annak dedikáltam a következő évtizedeimet, ha úgy tetszik az életemet, és a mai napig ez tartott. Most ezzel a versennyel nekem lezárult egy fejezet az életemből, az a fejezet, amikor az ember lehetetlen dolgokat vállal be, és utána megpróbálja ezt az irdatlan, küzdelmes sok évet kitölteni tartalommal. Ez így elég volt, sok is volt. Kiszaladtam időből, energiából, ha úgy tetszik, egy picit motivációból, de ugyanakkor megkaptam mindazt, amit szerettem volna. Amit én el akartam érni, amit teljesíteni szerettem volna, az így most a végére összejött, ami addig hiányérzetként volt bennem, az utolsó versenyemen megtörtént. Mostantól, ami még adatot nekem, azt nyilván másképp fogom élni. Ne kérdezzem meg most, hogy hogyan, mert alakul az ember élete, egy csomó minden nagyon-nagyon érdekel. Ebből majd szépen kikristályosodik, hogy merre is megyünk tovább. Csak még egy nagyon pici gondolat erejéig visszatérve a Szent Jupát sztorira, amit ott említett, a nehézségek, a különlegességek, az újak, az akkori bezárt, hogy önfogalmazott buta és hazug világból való kilépés és az a szabadságérzés, azt mennyire lehet, vagy lehetett átadni ebben a könyvben?
Tehát ez az olvasó mennyire tudja majd? A figyelmes olvasónak szerintem átjön. De én attól tartok joggal, hogy ez azoknak a figyelmes olvasóknak fog átjönni, akik legalább érintőlegesen éltek még abban a korban, és tudják, miről beszélek. Azok megértik a szavakat, megértik a szavak közti tartalmat. Az a fiatalság, aki szerencsére utána született, és már nem ismerte ezt meg a saját bőrén, az legfőbb érdekességként fogja olvasni, és kívánom nekik, hogy sajnál ismerjék meg. Ugye, és akkor ugorjunk egy nagyot a mostani Vándéglóbhoz, ami ugye azért annyiból volt más a korábbi utakhoz képest, hogy annyit fejlődött a világ, a média és a technika, hogy gyakorlatilag ugye akár a Spirit of Hungary honlapján szinte percről percre nyomon lehetett követni az ön útját. Nagyon-nagyon sokan szurkoltak önnek, és nagyon-nagyon sokan követték figyelemmel ezt a Vándéglóbot. Ezt hogyan és milyen formán lehetett átadni? Hiszen nyilván azt gondolom, hogy ha csak a hajónaplót valaki végiggörgeti, akkor abból látszik, hogy ebből csak önmagából, ebből a legutóbbi Vándéglóbból lehetett volna írni egy könyvet. Lehetett volna, de annyira intenzíven tudtuk tolmácsolni az érdeklődőknek a naplókon keresztül és a verseny alatt a blogokon, interneten keresztül, hogy csak azt újra megírni egy könyv formájában, ezt nem tartottam volna szerencsésnek, akit az érdekelt, az ott ezzel találkozott. Valamennyire érintem azt a technológiai színvonalat, amekkorát ugrott a világ akár 20 év alatt. Elképesztő egyébként, és gyorsan hozzáteszem, hogy az egyik motiváció, ami engem még kivitt az óceánra, belevitt ebbe a 4 éves programba, az a technikai fejlődés, technológiai és ennek minden következménye, ami közben történt. Ezek a hajók látszólag ugyanolyan versenyhajók, mint ezelőtt 20 vagy 25 éve, és mégis valami drámaian más. Drámaian más, amit ma tudunk az időjárásról. Drámaian más, ahogy én feldolgozom az időjárás jelentést, ami egy numerikus valami, a komputeremen, a fedélzeten, és ahogy én azt 10 napban előjelzésben tudom tervezni, hogy merre menjek, mit csináljak, hogy az időjárást maximálisan kihasználjam, hogy olyan időjárási viszonyok között vitorlázak, ami az én hajómnak a leginkább megfelel. És a hajómat én úgy építettem meg, hogy a képességei leginkább az én képességeimnek felelnek meg. Tehát a gyáva ember az nem épít magának olyan hajót, amivel rossz időjárási körülmények között lehet jól menni, és a nagyon bátor ember az meg nem akar szélcsendbe egérkedni. Szóval ez most a két véglet. Tehát mindenki, aki magának tervez, aki egyedül én vagyok ebben a mezőnyben, de a többi skipper is meghatározza a tervezőknek, hogy mi a koncepciója, hogy mit szeretne, mit nem, az bizonyos komplexitás mellett azért olyan speciális és egyedi irányokat határoz meg, amiben ő magáról legtöbbet gondolja, a leghatékonyabbnak gondolja, és erre kér hajót, hogy az ő hajója olyan körülmények között legyen a legjobban, ahol a legjobban érzi magát. De azt mondja, hogy én ilyen szögtől ilyen szökig, ilyen erős széltől ilyen erős szélig vagyok a legjobb. Ezek a vitorlák, amiket a legjobban tudom kezelni, jobban, mint mások, akkor én ebben akarok villantani. És erre terveztetem a hajómat. Mások meg más. Van, aki szembeszélre inkább, van, aki bőszélre inkább, van, aki ilyen bizonyos. Szóval én magamnak terveztem, nyilván tisztában lévén a magam képességeivel, de ez a fajta tudatosság, ez hihetetlen sokat változott az elmúlt évtizedekben, és ami műholdról letölthető információ, ami a megvitorlázáshoz kell, ami a tervezéshez kell, ami a kivitelezéshez kell, az annyira vonzó volt számomra. Én azért bizonyos mértékig technokrata is vagyok, és mindezt még megtanulni, aztán rutinszerűen használni, ez nekem nagyon-nagyon izgalmas és vonzó volt. És kifejezetten örülök, bár belefáradtam ebbe az útba a végére, de azt, hogy ilyen szinten tudtam adaptálni a kor fejlesztéseit, kvázi űrhajós szinten, az nekem még nagy öröm volt, hogy bele tudtam olyan szoftverekbe tanulni, bele tudtam olyan műholdas kommunikációkba, és olyan rendszerekbe tanulni, amik kell, a hétköznapi ember nem is találkozik joggal, mert hát mi dolga lenne vele. Ez nekem vágyam volt, és nagy öröm, hogy még ez megadatott. Lévén mi elindultunk még szinte a kőkorszakból. Hát amikor még annak ide a Jupáttal mentünk, az olyan volt, mint amikor Kolumbuszék mentek, hogy volt egy ilyen izé, amivel meg lehetett a napot mérni, aztán kiszámolni, hogy nagyjából hol vagyunk, ami jó esetben 50 kilométeres körzeten belül ott voltunk.
Mert ahhoz képest ma elképesztő a precizitás. Ma, holnap, holnap után, egy hét múlva. Szóval ezzel együtt élni, amikor már nem kalandor szellemmel vitorlázik meg az ember egy hajót, hogy megyek, amire sikerül, és megvitorlázom a jó időt, rossz időt, kihozom belőle a legtöbbet, hanem pontosan tudom, merre megyek, mit akarok, mit csinálok. Szóval tű precizitással csinál az ember mindent. És ehhez a fegyelem, az önfegyelem, és az együttműködés az eszközzel, a külvilággal, az egész technikával, az lenyűgöző, de nagyon sok tudást igényel. És ez föl kell nőni. Most nekem még sikerült fölnőnöm, hogy mondjuk 4 év múlva sikerülne még, azt nem tudom, valószínűleg sikerülne, de fizikailag már nem én lennék, úgyhogy azt kihagyom. De most ebben a 4 éves ciklusban a motivációs halmaznak egy nagyon nagy része ez volt, hogy ezt szerettem volna még megtanulni. Mert ez egy olyan kihívás volt, ami Fanándornak egy megfelelő kihívás volt, hogy hát vele. Fanándornak, hát... meg másoknak, akik ott vannak, hát azért nem lehet még Dunát rekeszteni az óceáni szólóvitorlázókkal, bár sok van, főleg Franciaországban ott elég nagy a kínálat, de a nagyvilágban is van elég sok, de ahhoz képest, amekkora a populáció a világban, ez a szerény 7 milliárd vagy a fölötti ember, ahhoz képest van mondjuk 100, aki ezt tudja és csinálja. Ezek közé oda tartozni az még mindig megtiszteltetés, és ha olyan típus lennék, akár joggal lennék rá büszke is. Említette, hogy újra, vagy hát, hogy olvasta a könyvet, már ami ugye kijött. Milyen a könyv? Kétszer olvastam. Kétszer? Egyszer elolvastam azért, mert az volt a feladatom, hogy menjek végig rajta, hogy minden rendben van-e. De az ember akkor nyelvhelyességileg olvas. Mondatszerkezet, milyen szavakat használok, mire. Úgy végigolvasom, hogy nem tudom, mi van benne. Csak a mondatokkal szembesülök. Aztán elolvastam még egyszer, amikor már nem érdekeltek a mondatok, csak a tartalom. 95%-ban olyan, ami kedvemre való. Ahol úgy fogalmazok, ahogy szerettem volna, úgy azt közlöm az olvasóval, amit szerettem volna. És van egy 5%, amit különböző okok miatt átírtak. A kiadó joggal, teszem gyorsan hozzá, a szerkesztő is joggal, bizonyos dolgokat másképp fogalmaz meg. Én hajlamos vagyok az éles fogalmazásra. Ők meg nem, mert ők úgy gondolják, hogy sokkal szoftabbul, puhábban kell megközelíteni a dolgokat, és nem kell telibe közvetlenül a szemek közé az embereknek. És bizonyos kérdésekben én hajlamos vagyok így fogalmazni, ők meg ezeket letompították. Tehát nem az én stílusomban, nem az én vágyaimnak megfelelően vannak benne mondatok, de attól még ez a kívülálló olvasó számára nem különbség. Én azt gondolom, hogy a lényeg az így is átjön. Tehát igazából szeretem ezt a könyvet. És úgy tűnik, hogy az olvasók is szeretik, mert amerre ön jár dedikálni, hogy gyakorlatilag azonnal hiánycikké vált a könyv, ha én jól tudom. Az első kör az még arról szól, hogy van valami hírnév, vagy valamiféle ilyen bolondok háza, valamit meg kell venni. Vannak ilyen időszakok, amikor az ember valamit nagyon akar, és pontosan meg se tudja magyarázni, hogy miért akarja, de akarja. Hát az iPhone őrület volt ilyen eleinte, gondolom. Aztán az emberek megismerik, akár az iPhone-t, akár a könyvet, és attól kezdve már tudatosan döntenek arról, hogy akarom, vagy nem akarom. És nagy örömömre nagyon sok embertől kapok visszajelzést, akik már megvették, olvasták, hogy ők ezt hogy élték meg, hogy minek tartják, és nagyon pozitív volt a visszajelzés. Úgyhogy igazából ma már örülök, hogy megszületett a könyv. Csak a végére még annyit, ugye, hogy nagyon-nagyon sokan voltak ott vasárnap este a plázában, a könyvesboltban, ahol ugye ön dedikált. Nyugtassa meg a kedves nézőket, hogyha lesz erre igény, akkor még lesz Fehérváron dedikálásra lehetőség. Mert szerintem sokan szeretnék majd ezt a könyvet úgy elrakni a könyvespoltra, hogy benne van Fanándor kézjegye. Sajnos több helyen jártunk úgy, hogy oda mentem, és azért ért véget a dedikálás, mert kifogyott a boltból a könyv, és nem tudtak már venni. Az időben persze nagyon kevés mindenféle, túl rövid az életünk, túl sok a feladat, de hogyha, főleg itt Fehérváron persze, hogyha ez igényként fölmerül, akkor ha valahol, akkor itt természetesen állok elébe. És annyit még csak, hogy ugye mondta a beszélgetés közben, hogy a jövőről ne kérdezzem, csak annyit mondjon nekem, hogy nyugtasson meg, hogy van kihívás még. Hát,
Minden nap van kívás, több is tesszük a dolgunkat. Az más kérdés, hogy annyira már nem szeretnék fejjel menni a falnak, mint korábban. Régen föltettem 1,80-ra, nem, 2,80-ra a lécet, és utána istentelen módon küzdöttem, hogy átvigyem. Most már nem szeretnék ilyen magas léceket. Sokkal kisebbeket, normálisabbakat, koromnak és tudásomnak megfelelőeket. Ma már ennyi idős fejjel megtanultam élvezni az életet anélkül is, hogy szuperlatívuszokba akarnám meghatározni a helyemet benne. Szóval van, bőven van kihívás, gördít elém az élet, úgyis, hogy nem akarom, meg úgyis, hogy akarom, nem fogok unatkozni, ebben biztos vagyok. Ebben én is. És nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és köszönöm, hogy megírta a könyvet, mert én örömmel olvasom és fogom olvasni. Nagyon szívesen. Lehet, hogy máskor is. Ez volt már a Bajnokok Városa. Ez a műsor majd legközelebb egy hét múlva lesz itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!